Szép napot kívánok mindenkinek, vendégem a stúdióban Imre Géza, olimpiai ezüstérmes párbaj törvívó, aki szerint az életben meg kell élni a kudarcokat. A sikerhez vezető út tele van akadályokkal, sőt, van, amikor pont akadályok segítik abban, hogy ember sikeres legyen. Szervusz Géza! Jó reggel! Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk. Köszönöm a kívást! Szóval tényleg hosszú utat tetted meg, tehát két olimpia, nagyon sok aranyérem, ezüstérem, bronzérem, de azért ez nem olyan egyszerű, azért nagyon sok akadályt kell legyőzni, ahol az ember negatív gondolkodású, akkor inkább feladja. Igen, az szerintem ez abszolút együtt jár a kettő. Igazából, hogyha tényleg, hogyha sikert ér az ember, és csak siker van, akkor idő után az olyan természetessé válhat. És az nem is siker, mert... Igen, szóval egy idő után nem tudja megbecsülni, és tényleg emlékszem, hogy volt szerencsénk tényleg több versenyt nyerni, és amikor az első nagyot megnyertük, akkor sokkal nagyobb volt az öröm, mint akár a következő évben egy hasonló, akár még kisebb versenynek a megnyerése is. Egyszerűen kellett hozzá néha az, hogy legyen kis hullámvölgy is, hogy újra becsülni tudjam az eredményeinket. De emlékszel első olyan tapasztalatra, ami átlendített? Azt mondja, az anélkül én nem lennék ma az, aki vagyok. Igen, 96 után, amikor először bronzérmes voltam, az mindenféleképpen utána azt hittem, hogy enyém a világ, fiatalon, 21 évesen, ez természetes, és azt hittem, hogy következő évben is ez jönni fog. Igen. És következő évben jött egy nagyon nagy pofon, világbajnokságon nagyon rosszul szerepeltem, csapatba se vívtunk olyan jól, és át kellett gondolnom egy kicsit, hogy hűha, ez hogy van, hát én sikeres voltam, most miért nem, következőben még mindig nem sikerült, és össze kellett kapnunk magunkat is, nem csak nekem, hanem az egész csapatnak, és utána ez eszembe a 98-as évet már sikerült úgy fejeznünk, hogy világbajnokként, Európa-bajnokként fejeztük be. Aha. De kellett hozzá az a köztes másfél év, hogy ott egy picit átrendeződjenek a dolgok, hogy visszarendeződjenek a helyére. Ugye én nagyon emlékszem, mert olimpiát mindig végignézek, tehát akkor nem megyek ki se. Hiába jó idő van. Most visszasírom, amikor ilyen ronda idő van, hogy miért nem voltam kint, de akkor is megérte, hogy ott vagy a döntőben, 14-10-re vezetsz, és ott valamitől elcsúszik a dolog, akkor te tudatosan arra gondolsz, hogy most ezt hogy kell nekem ellensúlyoznom? Ilyenkor mi zajlik benned? Igazából olyan gyors ott az egész történet, hogy nagyon minimális az idő, ami jut arra, hogy ott az ember átgondolja. Annyi volt, hogy a visszajátszásokat ott meg tudtam nézni, és inkább próbáltam a taktikai, technikai részre koncentrálni, és az érzelmit azt inkább kizárni. Bármilyen furcsa, ott most már utólag akkor azt mondtam, hogy ott váltott a srác, ezt mai napig tartom, hogy taktikailag váltott. Ez egyik fele, a másik fele pedig, hogy lehet, hogy egy picit ott a fáradtság, a korábbi asszóknak a terhe, hát a nap elején Botko Gáborral együtt vívtam, és az nem is fizikálisan, hanem inkább lelkileg nagyon megviselt, az egy nagyon nehéz lelki csata volt, és lehet, hogy ez a végénre már összesedett, és ott jött ki talán a végén, és hát... Ez ilyen az élet, van igen, ilyen, igen, van ilyen. De mert azt mondja belülről, hogy én mindent megtettem, tehát belsőleg ember nyugodt legyen, és belsőről érezze, hogy nem rajta, tehát nem azon múlott, hogy én készültem-e, én megtettem-e mindent, hogy bulizni mentem helyette, vagy nem mentem. Ugye? De ez nem csak munkára érvényes, ez magánéletre is. Abszolút, ugye? Igen. Azért majdnem 20 év vagytok együtt a pároddal, aki szintén sportoló, és szintén olimpiai ezüst. Ez ezüst család, nem? Igen, igen. Silver family. Azt is mondta, azt mondta, hogy hát jobb lenne, hogy én azért nem akartam nyerni, hogy kilógjak a sorból. És hát szolidaritás, igen, világos. Igen. Nem, hát igen, abszolút, szóval tényleg ott is ugyanígy koncentrálni kell a mindennapokra. Aztán van, hogy ott is persze becsúszik egy-egy hiba, de ott talán jobban kell, még jobban kell törekedni arra, hogy rendben legyen utána. De azért a sportbeli tapasztalatok mennyire segít abban, hogy jó apa, jó gyerek legyen? Mert a sportban önfegyelmet kell tanulni, eredménycentrikusnak kell lenni. Nagyon sok mindenre megtanít a sport. Igen? Én úgy gondolom, hogy tényleg hát azon kívül, hogy tényleg ez az általánosság, hogy koncentráció és önfegyelem, ez oké. De ezen kívül tényleg az, hogy például, hogyha valaki egy csapatsportágot csinál, vagy legalábbis én egyéni sportolóként azért vívtam csapatba, tudom, hogy mit jelent a másikra figyelni, milyen problémái lehetnek neki, azokat
a sportban igazából lehet, hogy inkább ki kell használni az ellenfélnek a problémáit, otthon ez szemben ellentétes, mert otthon inkább segíteni kell azokat. Úgy, hogy empátiára tanítani, ugye? Tehát igen. Nem az, hogy most verseny van, és akkor nem számít, azok, és akkor kibicsogod a bokáját, hogy gyorsan. Nem, otthon csapatverseny van, és közösen kell dolgozni, és ez vonatkozik a gyerekek fele is, meg hát természetesen a férfeleségre is. Ha hogyne? De a mind a kettő gyerek sportol. Igen, kézilabdáznak. Kézilabdáznak. Egyik se... Kettőnül oda. Nem, kisfiam megpróbált egyszer vívni, de akkor már kézilabdázott jó pár éve, és maradt a csapat sportágnál. Azt mondta az egyik első edzője, Pribék Pista bácsi, hogyha valaki labdával született, akkor ő már nem fog váltani. Igen. De erre születni kell? Tehát a saját példátat, ha nézzük, akkor hogy valaki milyen sportágban kezd érvényesülni, hogy jobban, tehetségesebben tud kihozni magából maximumot, az típus kérdése? Van biztos olyan, hogy valaki született, és hogyha megtalálja azt a sportágat, amire született, akkor tényleg nagyon nagy sikereket érhet el. De van olyan is, akit látok, hogy ügyes, minden több sportágban is, és akkor megtalálja azt, amelyiket ő szereti. És hogyha ez a kettő találkozik az ember és a sportága, akkor tényleg utána ilyen világszintű eredmények születhetnek. De igazából azt szoktam mondani, hogy érezze magát jól először a sportágban, és utána meglátjuk, hogy mennyire ügyes benne. Az, hogy mind a ketten sportolók vagytok, te is, meg a feleséged, Kökény Beatrix. És annyiszor hallottam én nekem, annyiszor ugrik be, nem tudom, Knézieni, vagy valakinek hangja, hogy Kökény, tehát ez tehát ott, vagy Bea. Igen. Tehát, hogy ketten sportolók vagytok, az mennyiben határozza meg a ti kapcsolatotokat? Tehát lehet ennek a nyomát felfedezni benne? Én azt mondtam, hogy 2002-ben született ugye a fiunk, és előtte már visszavonult, és hogyha ő nem lett volna sportoló, akkor már rég elvált volna tőlem, szóval ezt azért nem biztos, hogy elviselte volna valaki így mellettem, hogy ennyit utazok, ennyit külföldön vagyok, mert azért a vívás nagyon sok külföldi versenyre edzőtáborokkal jár, és ezt nem biztos, hogy megértette volna más, sőt, ahogy így láttam egy-két úgymond civil társat, ott azért voltak problémák, nem értették. Szóval nekem nagyon nagy szerencsém volt, nem kellett magyaráznom, hogy miért kell most elmenni edzőtáborozni, hanem tudta jól, hogy ez ennek a módja, és megértően viselkedett, és amikor fáradt voltam, akkor nem nyaggatott, hogy valóban el kell mennünk, szóval nagyon megértő társ. Hát szokták mondani, életben sok párbajt kell megvívni. Igen, de szerencsére nem kell megvívnunk, szóval tényleg meg tudjuk beszélni otthon, és otthon nincsenek nagyon csatározások. Hát neked sok sikert, köszönjük. Nektek sok boldogságot, köszönjük. Gyerekeknek sok sikert és sok boldogságot. Köszönjük, hogy eljöttél hozzá. Köszönöm szépen, Lita. Köszönöm szépen. Köszönöm.